Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Amikor egy-egy ilyen beszélgetést elkezdünk, és bemutatjuk a beszélgetés vendégét, alanyát, akkor mindig hozzáteszünk egy titulust. Gondolkoztam, hogy mostani vendégünkhöz milyen titulust illene hozzátenni, hiszen annyi mindennel foglalkozott és foglalkozik, hogy úgy gondoltam, hogy inkább azt a titulust teszem hozzá, amit a városban a legtöbben ismernek, az, hogy Rupi. Sok szeretettel köszöntöm Takács Rupertet a Fehérvár Televízió stúdiójában. Óriási öröm ez nekem, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ennek a műsornak az a célja, hogy a köztünk élő érdekes embereket bemutassa, hát te több szempontból is érdekes ember vagy, hiszen annyi helyet jártál be a városon belül és a városon, sőt országon kívül is, hogy tényleg lesz miről beszélnünk. Vágjunk is bele, mert félek, hogy nem férünk bele a műsoridőbe. De névvel nem nagyon szoktak viccelődni, de azért megkérdezhetem, a Rupert név honnan ered? Német eredetű. Felső Rajna vidék hercegétől eredeztetem. Én odáig tudtam visszamenni. Hát édesanyám szerette ezt a nevet, mert a húgának, Jolánnak az egyik nagy udvarlója, egy Rupert nevű úr volt, és így bekeveredett a családba ez a név. Tehát nincs összefüggésben azzal, hogy hol születtél? Igazándiból azt hiszem nincs. De akkor mondjuk el, hogy hol születtél, hiszen azért azt hiszem, hogy ezt kevesen mondhatják el magukról Székesfehérváron is. Wollongongnak hívják a helyet, ez Sydneytől délre található, egy körülbelül akkora város, mint Fehérvár, kikötőváros, mint majdnem minden város Ausztráliában. Igen. Szüleid éltek ott? A szüleim diszidensként keveredtek oda. Ugye 58-ban születtem, szüleim 56-ban hagyták itt Magyarországot. Meddig éltetek ott? 10 éves koromig. Mit jelent számodra ezek után Ausztrália? Mennyire határozta meg az életed ez az első 10 év? Hát szívem egyik kamrája, a 4. abszolút meghatározó, hiszen ahogy tudatosul az ember, 4-5-6 éves korától felfelé, döntő, hogy milyen hatások érik, és döntő, hogy hogy nevelik. És azt hiszem, ott elég pozitív hatásokat kaptam. Nagyon közel a házunkhoz, a Dover Streetben laktunk, Melbourneben volt egy kis templom, ahol mindenféle nemzetiségű bevándorlók gyermekei és ausztrál gyermekek is tanulhattak. Egyfajta egyházi oktatás volt ez, ahol apácák és papok tanítottak bennünket, és ez döntő. Mert abban az 5 évenben, amíg ott neveltek, tartást neveltek belém, becsületet, tisztességet, egyenességet, erőt. És ez egy életen át szolgált engem. És így tudtam szolgálni én is az embereket, hogy ezeket a principiumokat betartom. És hitet adtak az élethez, óriási hitet. Hogy fogadta 10 évesként a Magyarországra való költözés, szüleid részéről visszaköltözés, neked pedig ugye először? Igen, nekem ez furi volt, mert ők honvágyból, mondhatjuk nyugodtan, a hazaszeretet egyik nagyon erős fajtája miatt, annak motivációjával indultak útnak vissza. Mert igazándiból nem tudtak beilleszkedni abba a világba, amit ott találtak. Hát más kultúra, más szokások, és nagyon-nagyon hiányzott nekik a haza. Nekik ez volt az otthonuk. És így visszavándoroltak, visszajöttek Magyarországra. De bennem meg azt a sebet nyitották meg, amit az ő szívükben lezártak. Bennem egy kisebb fajta honvágy volt eleinte, mert minden szálam elszakadt hirtelen. És kellett egy 2-3 év, hogy úgymond aklimatizálódjak. Azóta a szívem egy nagyobb kamrája is elkezdett lüktetni, és az már magyar. És Székesfehérvár? Mindjárt az első utát ide? Nem, Győr volt. Győrben a szüleim győriek voltak, és ugye családjuk is ott, barátaik ott. A millió, amiben felnőttek, ez honvágyuk tárgya, és hát így Győrben mentünk vissza. Ott a Révai Miklós gimnáziumban tanulhattam, ami ugyancsak döntő volt életemben,
nagyon köszönöm a tanári karnak, amit belém súlykoltak. Nem is kellett súlykolni, mert olyan fűszerrel, olyan ízzel tudták tálalni a tudást, hogy ott órán magukba szívtunk gyakorlatilag, nem is nagyon kellett tanulnunk. Tehát jó tanáraim voltak. És akkor Győr után jön Budapest, hogy meséljek tovább. Ott a vendéglátóipari főiskolát végeztem el. Hát az lényegében kis szaporbárt csináltak belőlem a polihisztoréva ista után, ami megint nem egy negatív dolog az életemben. Hát Budapestet is imádtam, Győrt is, és végül is Fehérvárra keveredek 21-22 éves koromban, és azóta itt élek ebben a városban. A művészetek irányában már gyerekként vonzottál? Figyelgettél? Igen. Lehetett ezt sejteni, hogy valaha utad lesz? Bármilyen művészeti tevékenység? Hát spontán rajzoltam, mint minden gyerek persze. Aztán hát kamaszkoromban, a Révai gimnáziumban, mint mondottam, fantasztikus tanári karunk volt. A rajztanárom az Ciráki Lajos művész úr, festőművész, szürrealista. Nagy hatást gyakorolt rám, meg hát nyilván Dali művei abban az időben, az meg minden időkben egy nagyon felkapott téma volt. És hát én elkezdtem szürrealista képeket gyártani ott kamaszkoromban. Az volt az első periódusom. Az gyakorlatilag Budapesttel véget is ér, és kicsit később 40 éves koromban újra előjön. Akkor megint szürrealista képeket gyártottam egy pár évig, és hála Istennek életem vége felé egy kb. 4-5 éve újra alkotok. A diszkók világában is megfordultál, de nem a pult előtt táncolva és szórakozva, hanem inkább a zenét szolgáltattad. Ez azt jelenti, hogy a zene is közel áll hozzád? Abszolút. Tehát az emberi lelkekről talán egy picit, hogy két lélek között a legrövidebb és legtömörebb és legpromptabb, legkifejezőbb kommunikáció a zene, a második a megfelelő kép. Én a kép élem az életen. Milyen zene áll hozzád a legközelebb? Az összes. Tehát mindegy, hogy klasszikus zene, vagy rock, vagy... harmóniája legyen valaminek, és érzelmeket tudjon generálni. Ez nagyon fontos. Hát arról szól. Érzelmet akar átadni a zeneszerző. Hogy érdekes állomásokat emeljünk ki, diszkósból lettél szálloda vezető helyettes? Így igaz, mert a szakmám az ugye vendéglátóipari üzemgazdász, ami lényegében bármilyen vendéglátó létesítménynek a vezetése, megtervezésétől futtatásáig terjed. Melyik szállodában? A Magyar Király szállodában voltam. Azért ez hatalmas lépés volt még akkor is, hogyha ez a szakmád valójában mennyire jelentett kihívást? Nagyon. Nagyon, mert... igaz, hogy friss tudással bírtam, napra kész voltam, de semmi gyakorlatom nem volt, és rögtön vezetőhelyettesi státuszt kaptam, ahol kiderült, hogy én nem szeretek dirigálni. Én semmilyen módon nem szeretek uralkodni emberek fölött. Még egy kéréssel is csak diszkréten merek fordulni emberek felé, mert nem akarom manipulálni őket. Tehát nem vagyok jó vezető. Nem arra születtem. Ennek köszönhető, hogy saját kérésedre recepciósként folytattad? Többek között, igen. Viszont a recepciós rengeteg emberrel találkozik, ezt szereted? Atom, igen, talált. És hát gondolom, nyelvtudásod is kell, hogy legyen. Hogyne. Hát az angolot ugye viribült, élte életét újra, és hát főiskolán tanultam németet, korábban orosz, abból elég jó voltam, és főiskolán is orosz. És hát az emberre tapadnak szavak, hogyha ilyen helyen dolgozik, olaszul, konyha nyelven, szavakat egymás mellé pakolva tudtam fogadni a vendéget. Tehát pár nyelvet azért beszéltem még. Sosem daráltam. Beszélgettem még recepcióssal így, hogy kérdezgethettem volna. Egy recepciós sok mindenbe belelát a vendégek tekintetében? Sok minden kiderül egy-egy vendégről? Ez vendégtől is függ. De nem mindig az számít, hogy mit mond, hanem
inkább mit cselekszik, sok minden kiderül. Hogy raktad el ezt a sok mindent? Milyen? Egy olyan fiókban van, amit nem nyitok ki, amit nem mondok el senkinek. Mert ez az ő ügyük volt, az ő életük. Én annak láttam részleteit, bármilyen is legyen az. Nem adunk ki semmit, hogyha recepciósok vagyunk, vagy ha egy étteremben főúr vagyok, nem adok ki semmit. Néhány év után újabb váltás jött, hova mentél? Utána egy trafikot indítottam lényegében, illetve egy nagyobb diszkót is béreltem közben. Így van, a Park Presszó diszkóját vittem egy évig, ahol meg kell említenem Szabadkai Balázs nevét, aki egy kitűnő disztroké, és Kovács István nevét, aki ugyancsak nagyon jól diszkózott nálam. Illetve egy-két akkoriban kezdő diszkóst is odafogadtam. Sajtot, Vince Tomit nem szabad elfelejteni, aki megint szerintem egy kiváló funky diszkós volt. És miért csak egy év? Hát az ANTS szabályai ellehetetlenítettek, mondjuk így. Talán túl szigorúak voltak, amikor egy-két eldobott cigarettacsikket megtaláltak a WC-ben, amit egyébként folyamatosan takarítottunk, mert csak erre volt egy külön személyzetem. Összeszedtem három ilyen kisebb vétséget, ami miatt három évre úgy döntöttek, hogy én nem vezethetek semmiféle vendéglátóhelyet. Ebben az időszakban még mindig talán az útkeresésnél járunk? Tehát annak köszönhető, végig, hogy ennyi helyen életemben megfordultál, hogy kerested az utat? Egész életemben keresem az utamat. Meg még minden mindig? Nagyjából megvan. Tehát a lelki béke az megvan, meg a harmónia. Illetve amit leginkább kerestem, az a lelkek netje, a lelkek internetje, ami tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint a számítógépek hálózata, csak itt emberi lelkekről van szó. És hogyha abban találok kontaktpontot, ha én arra rá tudok helyezkedni, akkor egy óriási érzelemtárra, empátiatárra lelek rá, és ez kortalan. Hát bocsánat, hogy ilyen hülyeséget mondok, de így van kapcsolatom Leonardoval. Találkozunk lélekben. A képein keresztül. Mert minden képe egy időgép. Ő, mint alkimista, nagyon-nagyon jól tudta, hogy létezik valami anyagtalan valóság, azt is kereste. Ez az anyagtalan valóság a lelkek hálója. És hogyha én abból merítek tudást, érzelmet, és képre viszem, és az utókorra hagyom, mint a Mona Lisát, akkor azt az utókor látva, én, mint Leonardo, az utókor néző szemein keresztül utazom az időben. És Leonardo már látta a jövőt akkor. A lelkével, a lélek hálójával, a lélek internettel. Talán jól fogalmazom meg, hogy az utóbbi két percben, ahogy beszéltél, ez számomra azt jelenti, hogy filozófikus gondolkodás. Ez jellemző volt rád a diszkós korszakban és fiatalabb korszakban? Igen, Győrben, Budapesten diszkóztam, egyet-egyet ejtettem Fehérváron, de... És akkor már ilyen gondolataid voltak? Hogyne, hát már középiskolában keleti tudás felé vonzódtam. Jógáztam 11 éves koromtól, és 14-15-16 éves koromban keleti filozófia, és később főiskolán pedig filozófia speckót választottam. Az egy ilyen kiegészítő lehetőség volt. Hármas voltam belőle. Szerettem. Tulajdonképpen lassan megérkezünk oda, ahol most is dolgozol, hiszen művelődési házakban megfordultál. Mint milyen titulussal, beosztással? A beosztásom a szervező. Jaj, mindig ez a mikrofon. Szervező. A lényege talán rengeteg emberi kapcsolat kiépítése és kiépítetése mások által. Ez lenne egy klubfoglalkozás, amikor van egy, mondjuk egy szellemi gyök, egy szellemi vezér, aki összefog egy klubot vagy egy egyesületet és viszi azt, építi maga körül. Nem ilyesmiben részt venni, ilyen munkát vállalni, ebbe bármilyen szinten ott lenni megtiszteltetés. Még ha csak székeket rakok be egy ilyen rendezvényhez, vagy hogyha azt esetleg megszerveztem. Ez mindig öröm nekem. Tehát valahogy visszajutottunk a recepcióshoz, aki megtapasztalta, hogy szeret az emberekkel foglalkozni. Az abszolút. Most is ezt szereted a munkádban. Igen.
Itt az asztalon is van egy dosszié teleképekkel, és majd kollégánk jó voltából is láthatunk néhány munkát, amelyet te készítettél el. Mikor kezdtél el rajzolni, festeni ennyire komolyan? Mert ugye ezt mondtuk, hogy már a középiskolában ez megjelent, de úgy egyébként... Hát 4-5 éve robbanásszerűen jött ez. Volt egy döntő élmény ott az életemben. Ugye kamaszkoromban kifejlesztettem egyfajta vonalvezetési technikát évekre, és egyszer egy kolléga, megemlítem nevét, Sági Vanda kolléganőm megmutatta a telefonján, hogy gyermekkorában milyen képeket rajzolt. Hát azt hittem, hogy én rajzoltam azt. És nagyjából egy időben történtek ezek a képgyártások, és ott kellett rádöbbenni arra, hogy a nagy közös lélekhálóból merítettünk mind a ketten. És gyakorlatilag vonalról vonalra ugyanazt megrajzoltuk. Megdöbbentő, amikor az ember meglátja másnak a képét, és azt mondja, hogy ezt én csináltam. És ez a lökés, ez egy decemberi napon volt, karácsony előtt pár nappal, és rá 3 hónapra ömlenyszerűen, betegségszerűen, kórosan elkezdtem rajzolni. Ontottam a képeket. Tanultál is valahol, vagy csak ami jött belőled? Amit Ciráki tanár úr plántált belém, de inkább magamtól jött minden. Ő hagyott engem csinálni a dolgaimat. Néha szólt a kompozícióba, hogy ez fölösleges, túl sokat raktam a kép. Általában az a baja a képemnek, hogy túlrajzolom, túlviszem. A kevesebb, több mindig. Milyen technikákkal dolgozol? Minden létező tollal, ami használható. A legjobban a vastag, fekete jelölő filcet kedvelem, és a nagyon-nagyon vékony tollakat, fekete tollakat. Most, ha itt az előttünk lévő képeket látom, akkor bár tudom, hogy van olyan, ami felismeret, hiszen nekem is van egy alkotás tőled, egy szék. Emlékszem? Igen. Horgászbot is van rajta. Igen, de amikor az absztrakt képeket látom, akkor honnan kapsz inspirációt, tehát hogy jut eszedbe, hogy mit rajzolj rá? Nem én csinálom. Én közvetítő vagyok. Valahonnan abból a nagy hálóból merítek. El tudjuk ezt képzelni, hogy van előtted az asztalon az a hagyományos, hiszen már hányan megfestették csendélet, mondjuk báza, vagy gyümölcsök, vagy valami, és neked vonalak, és kockák lesznek belőle? Igen. Tehát indulhat ez ilyen mélyről? Igen. És mit csinálsz mostanság egyébként? Maszkot viselek. Hát, mit csinálok? Átestél a Covid-on, azt tudjuk, de hát most már dolgozol. Hát, riportokat adok tévéknek. Rajzolgatok most is elég sokat szerencsére. Illetve hát ugyanúgy továbbra is művelődési házaknak dolgozom, ismerkedem jópofa emberekkel. Volt egy nehéz időszak, amikor a művelődési házak nem voltak nyitva. Ezt hogy vészelted át? Előadásokat hallgattam a YouTube-on. Rengeteget. Filozófiait, fizikával kapcsolatos, modern fizikával kapcsolatos előadásokat. Brian Green professzor, sokat hallgattam. Hozott valami változást az életedben ez az időszak? Máshogy nézel a világra? Egy fordulatot hozott. Egyszer felmerült egy olyan gondolatom, hogy fordítsuk meg a nézőpontunkat, amit eddig anyaginak hittünk, azt vegyük anyagtalannak. Amit pedig anyagtalannak hittünk eddig, azt nézzük anyaginak. És kezdjük úgy megmagyarázni, hogy mi is van körülöttünk. Ebben az esetben az anyagtalannak hitt Isten, az egy gép. És megteremti az elképzelt dolgait, amik mi vagyunk. És akkor így egyszerűbb elképzelni a teremtést, ha megfordítom a kettőt. Ez volt egy érdekes vetülete az egésznek. Mert a modern fizika is bajban van, itt van ez a hologram elmélet, amikor feltételezik, hogy nem anyagból vagyunk, vetített a valóság, ami egy valós anyagi pontból indult ki. Ők is megfordították a szemléletüket. Egy óriási paradigmaváltás, ami kicsit őrültnek hangzik, de hát bizonyított, meg Nobel-díjat is kaptak érte.
Penrose professzorról beszélek. Milyen terveid vannak? Mit szeretnél elérni az életben? Tovább rajzolni, és megtalálni a tökéletes minimális képet, képeket. Nagyon kevés eszközzel, nagy erőt és érzelmi hullámokat kiváltani a nézőbe. A lehető legkevesebb vonallal, a lehető legharmonikusabbat megcsinálni. Megmutatod a képeidet a nagy érdeműnek? Hát kiállításom talán lesz majd, de mindig úgy vagyok vele, hogy a neten fent vagyok a... Bocsánat, nem szabad mondani ilyeneket, ugye, hogy hol, tehát nem is fogom kimondani, de elég sok látogatóm van már a világ minden részéről, és mindenhol törtik le a képeimet szerencsére. Azt visszajelzi a rendszer, hogy ki hol. Nagyon meglepődtem, amikor először mondjuk Távol-Keleten elkezdték leszedni, vagy Oroszország, vagy Törökország, vagy... De szedegetik le a képeket szerencsére. Meg kisebb-nagyobb elismeréseket kapok, keresnek meg emberek, hogy szeretnék a lakásukat a képeimmel berendezni. Én meg mindig örömmel veszem ezt, mert ahány lakásba bekerültem, és ott vagyok több képemmel a falon, nekem annyi állandó kiállításom van. Nem zavar, ha megrendelésre kell dolgozni? Nem tudok. Kiválogatják a képeimből, mert egy özön van. Tehát amikor elkezdtem PC-n dolgozni a Covid idején, akkor több ezer képet csináltam számítógép, amik lényegében ilyen modern látványok. Nem nevezném igazán műalkotásnak, de látványos, dekoratív, jó ránézni, el lehet rajta gondolkodni. Nem igazán művészet, mert a PC benne van, nem csak én. Tehát ez nem tudom, minek hova tenni. Mondjuk úgy, hogy jópofa látványok. Tehát a képeid egyébként nem a PC-n, hanem ugye egyébként eladhatók. Tehát eladod őket? Van szíved eladni? Van olyan, aki nem akart hozzád venni, már aztán ingyen kapta. Van olyan, aki pedig akart venni és pénzért kapta. Illetve hála Istennek van egy-két nagy lelkű támogatóm, aki egyáltalában lehetővé teszi az eszközöket, mert hát több százezer forintot elrajzolok tolban egy évbe. Na, sok képen van. És hogy tudod őket tárolni? Milyen az otthonod? Hogy kell elképzelni, hol lakik Rubi? Káosz. Művészlakás? Nem, talán. Igen. Nem tudom, hogy mi a művészlakás. Hát rengeteg kép van, így mappákba rendszerezve, rengeteg szanaszét a falon. Sok van körülöttem. Meg hát a számítógépemen próbálom őket rendszerezni néha, de majd egyszer odáig eljutok, egy kurátor, szegény. Most minden esetre összefoglalásként elmondhatjuk, hogy jól érzed magad most a bőrödben? Jó ez a rupi bőr? A lelkem az végig nagyon jól érezte magát. Gyermekkorom, amióta tudatosult, hogy van lelkem, átéreztem először, mind a mai napig jól van. Hát csodálkozva nézi ezt a testet, hogy mi történt vele, és nem érti. De hát elaggultam egy kicsikét, meg megyek az akkor felé. Az, hogy a teste az embernek elváltozik, hát ez ilyennek kell. Ilyennek programoztat bennünket, így élünk. Mi ez a fajta élő lény, a humanoid, az ilyen. Tehát tudomásul kell venni, hogy más a fizimiskánk, más a külsőnk. Nincs ezzel baj. Jó ez így. Örülök neki, és nagyon szépen köszönöm, hogy leültél velem erre a beszélgetésre. Hát meg én, hogy leülhettem. Rajzolt ki magadból ezt a 25 percet. Kíváncsi vagyok, hogy milyen alkotás születik majd belőle. Ha lehet, akkor majd mutasd is meg nekem. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézőink, Takács Rupert volt a vendégünk. További kellemes televízió nézést kívánok. Viszontlátásra!